Már negyedik alkalommal rendezték meg a Kakasfőző Fesztivált 2015. augusztus 20-án Kistarcsán. Az esemény a testvértelepülések delegációinak fogadásával indult 19-én este a Csigaházban. A vacsorát követően valamennyi vendégnek lehetősége nyílt a bemutatkozásra, majd az ismerkedésre. Békés megyéből Gádrosról jöttünk, aki esetleg még nem tudja. Ez Magyarországnak a déli részén van. Először vagyunk még a Kakas Fesztiválon, még nem voltunk, csak bőlérversenyen, itt Kistarcsán. Én nagyon örülök ennek a kedves fogadtatásnak, nagyon jó érzés, hogy ismerős arcokat is látunk, és ismerősökkel találkozunk. Acus! Polak, Vengér, dva bratanki, Lengyel, Magyar, Kitja, Barát. Két jó barát. Együtt harcol, Iszi, Saborát. A Kakasfőző Fesztivál nemzetközi konferenciával kapcsolódott össze, amely ezúttal is az Európa Polgárokért program keretein belül valósult meg. Nemzetközi a Kakasfőző Fesztivál, ez köszönhető annak, hogy most is indultunk az Európa Polgárokért pályázaton, és az Európa Unió a konferenciákkal együtt, amely az európai polgárságot próbálja meg bemutatni és egymáshoz közel hozni. Megszerveztük ezt a gasztronómiai fesztivált is, ahol több ország is részt vesz és bemutatja, hogy ők hogyan készítik el a kakast. A projektben Magyarország mellett 11 ország vesz részt. Lengyelország, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Olaszország, Szerbia, Macedónia, Németország, valamint Görögország. Már most 19-én elkezdődött az informális találkozó és a résztvevőknek az ismerkedése. A holnapi nap, augusztus 20-án viszont folytatjuk egy szakmai rendezvényel, amit mi Civil Szabad Egyetemnek neveztünk el, ahol az aktív polgárságról, demokratikus részvételről lesz a fő téma. Szép város Kolozsvár, hajlottatok a Szamosnál, hol mindenre állt tisztes csókkal vár. Huszadikán reggel 9 órakor Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere köszöntötte a konferencia vendégeit, és nyitotta meg a szakmai rendezvényt, hangsúlyozva a testvértelepülésekkel való együttműködést. Nem ez az első alkalom, hála a jó Istennek, hogy európai pályázati konferenciát rendezünk, de ez biztos, hogy különlegesen kedves lesz nekem, hiszen ez a testvérvárosok pályázati konferenciája. Az elmúlt néhány évben
Kistarcsa fokozatosan egyre több és több testvérvárost talál magának, és most itt van egy féltestvérünk. Szeretettel köszöntöm külön olesnicai vendégeinket, akik az Olesnicai Kulturális Központból jöttek, akik kulturális testvéreink lesznek ezen a konferencián. Solymosi Sándor kiemelte, bízik abban, hogy a kapcsolatok bővítése által tovább gyarapodhat majd a projektben résztvevő települések száma. Meggyőződésem, hogy ez a pályázatokban és eseményekben gazdag egy-két éves múltunk, ez csak a kezdet, és pontosan az önök és a ti segítségetekkel fogjuk ezt egyre tágabbá formálni, és egyre több kapcsolatot fogunk kötni egymással, illetve a ti partnereitekkel is, hiszen mindig arra ébredünk rá egy-egy ilyen találkozón, hogy minden egyes partnerünknek is vannak partnereik, és azokkal is elkezdünk megismerkedni, és aztán nem lehet tudni, hogy mikor, kivel fogunk újabb valamilyen kapcsolatba lépni, legyen ez kulturális, legyen ez gazdasági akár, vagy bármilyen más téma. Mi Kistarcsán mindenre nyitottak vagyunk. A program a városi Szent István napi ünnepséggel folytatódott a Csigaházban. Tisztelt ünneplő kistarcsaiak! Az ünnep az ünnepeltről és az ünneplőkről szól. Augusztus 20-a államalapítónkról, Szent István királyról és rólunk, magyarokról. Az államalapítás hasonlítható a családalapításhoz. A családok akkor maradnak fenn, ha a soron következő nemzedékek újra alapítják azt, és a családtagok egymásban a jót erősítik. A családalapítás felelősséggel jár. A család fenntartása gond, munka, fáradtság. De a család a forrása a közösen megélt örömnek, sikernek, boldogságnak is. Gondoskodni szeretteinkről, leküzdeni a mindennapi problémákat, ez az, ami értelmet ad napjainknak. Az új kenyeret Somlai József címzetes apát nyugalmazott plébános áldotta meg, aki kiemelte, István király nem csak hazát, kenyeret is adott népének. Ez az ünnepnap alkalmas arra, hogy megáldjuk a kenyeret azzal a gondolattal, hogy ne csak a gazdagok asztalára, hanem a szegény ember asztalára is oda kerüljön a mindennapi kenyér. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek és a te lelketekkel. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, áld meg ezeket a kenyereket, melyet a te szent nevedben megáldunk, akik a kenyérből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A Pannonia Néptánc Együttes marosmenti táncokat mutatott be az ünnepi műsoron. Thank you.
szózat után az ünneplők fogyaszthattak a megáldott új kenyérből. Az ünnepséget követően tovább folytatódott az Európa a Polgárokért program keretein belül megrendezett szakmai konferencia a Városházán, ahol többek között részvételi demokráciáról, Erasmus Plus mobilitási programról, vagy a kistarcsai internálótábor történetéről szóló előadások hangzottak el. Délután 2 órakor a tűzgyújtással kezdetét vette a kakasfőzőverseny az Ifjúság téren, melyről térségi magazinunk következő adásában láthatnak tudósítást.